Rám azt szokták mondani, hogy hű, de jó pofa kislány vagyok, úgyhogy valami vicceset fogok biztos mondani, de az utóbbi 8 évünk egyáltalán olyan, hogy valami vicceset tudnék mondani, de megpróbálom. Hallgass a szívedre, szavazz a DK-re! Számomra a szabadság az élet után a legfontosabb érték. Van egy lakótársam, Erzsi, aki Magyarország legkíresebb macskája. Erzsi a Facebookon politizál, eléggé rendszerkritikus, és naponta megkapja a trolloktól, hogy Gyurcsány macskája. Pedig ő senkinek nem a macskája, csak nem fél, ahogy én sem félek. És sok mindenben egyetértek azzal, amit a DK képvisel. Például azzal, hogy Orbánnal nincs alkú. És abban is, hogy a baloldal együttműködése elengedhetetlen feltétel a kormányváltásnak. Mi Erzsivel ezért kampányolunk, és azért, hogy minél többen menjenek el szavazni április 8-án. Hiszen Magyarország a mi hazánk, és felelősek vagyunk érte. Mindig büszke voltam magyarságomra, ha Bartók divertimentója vagy Kodály székelyfonója bárhol a világon felcsendült. Itthon elrabolták tőlünk kultúránk helyszíneit, iskoláinkat, múzeumainkat, az operaházat, a királyi várat. Szeretném, ha gyermekeink, unokáink szabad európai polgárként járhatnák a világot, és nem kellene lehajtott fejjel szégyenkezniük, ha Budapestről, Magyarországról van szó. Szabad oktatást, szabad kultúrát. Szavazzatok ti is április 8-án egy szabadabb, élhetőbb európai Magyarországra. És ne felejtjük el, hogy a fejétől büdösödik a hal, és a vejétől sötétebbek a városaink. 1848-ban a márciusi ifjak 12 pontban fogalmazták meg követeléseiket. 2018-ban egyetlen pont is, egyetlen feltétel is elegendő az, hogy ön elmenjen szavazni, szavazzon az ön által választott listára, és szavazzon a legesélyesebb ellenzéki jelöltre.